Köszöntöm nézőinket, hallgatóinkat. Ma az intelligenciáról lesz szó a podcast nagy részében, de az utolsó harmadban Zöld és Zöld címmel jelentkezik az a rovatunk, amelyben olyan embereket mutatunk be, akik a saját életükben megpróbálnak tenni, még ha ki nem is tud sokat a globális felmelegedés hatásainak lassítása érdekében. De ezt megelőzve most az intelligencia témánk. Újma Semiszláv Péter, a Szemmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének adjunktusa, IQ Öröklés Környezet című, most megjelent könyvének majd 250 oldalán, Bőven olvashatunk sokkorábbi korábbi tézist és hiedelmet meghaladó, de legalábbis megkérdőjelező új felvetésről és megállapításról, mindezt az intelligenciával kapcsolatban. Mit kezdünk például azzal, ha kiderül, hogy az egyes emberek intelligenciája, épp úgy, mint a hajszíne vagy a neme, legnagyobb részt genetikailag eleve meghatározott, szemben azzal a korábbi köznapi nézettel, mely szerint a szellemi képességek tekintetében jószerivel teljes egyenlőségben fehér lappal születünk, amire aztán a tapasztalatok, a környezet és az oktatás írja át szinte mindazt, ami végső soron meghatároz majd bennünket. Szóval az intelligencia új aspektusairól beszélgetni hívtam meg ma ide új Semiszláv Péter, kutatópszichológust. Kezdjük azzal, az ön kettős vezeték nevével, ami nem mindennapi. A második nehezen kimondható tagja Semiszláv, lengyel hátteret sejtett, de ez az újma sem olyan mindennapian gyakori. Honnan jön ez a különleges családnév? A Semiszláv is lengyel név, meg az újma is egyébként. Az újma, a kereszt, az és a, a Semiszláv, meg a Péter is keresztneve, médesapám lengyel, ez minden ered. Aha, ennyi a magyarázat. Ennyi a magyarázat. Rövid életrajzot mondok bevezetőben, és aztán belekezdünk a beszélgetésbe. Ajkán született 1988-ban, 33 éves. Édesanyja andragógus, azaz felnőtt képzéssel foglalkozó egyetemi oktató, édesapja vállalkozó Lengyelországban pszichológiát alapszakon a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, mesterszakon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanult kognitív szakirányon. Egy mondatban mit jelent a kognitív szakirány? A gyakorlatban azt jelenti, hogy egy kutatókat képeznek, ez egy kis számú. Kifejezetten kutatóképzésére képzésére, képzésére képzés Igen, a, uh -huh. a Műszaki Egyetemen szakképesítése, pszichológus, jelenleg a Szemmülvejsz Egyetem Magatartástudományi Intézetének adjunktusa. Két kutatási területe közül az egyik az intelligencia, a másik az alvás, nős, felesége, csomagolás technikai mérnök, másfél éves kislány édesapja. Nagyjából összefoglaltam, Igen. ugye? Az életét, az eddig életét. Jó Igen. lenne, ha, és ezt kérem is egyúttal itt a bevezetőben, hogy ne a tudomány számára, vagy tudományos szakemberek számára, számára érthető nyelvet használja, hanem sokkal inkább mondjuk G-faktor, azt egyszerűen nevezzük csak intelligenciának, vagy még jobb, hogyha tehetségnek, vagy okosságnak. Szóval azért, mert végül is a minézőink nem szakemberek, de nagyon szeretnek tudni és érteni különböző tudományterületek részletei felől. Természetesen igyekszem Szólni fog, hogyha valamit nem nem mondtam <laughs> szerintem ez lesz a legjobb. Meg tudom ígérni. Mindenek előtt jó lenne az tudni, hogy mennyire azonos az intelligencia fogalma azzal, amit az emberek, mi hétköznapi emberek intelligencián értünk, illetve azzal, amit a tudomány egy címszó alatt vizsgál. Mondanék egy példát erre, ugye, hogyha azt akarjuk megmondani, hogy milyen ruhát kell ma felvennünk, akkor is azt nézzük meg, hogy hány fok lesz. Pedig igazából az, hogy hány fok van, az, az is egy tökéletlen mutatója annak, hogy milyen az idő, amint magának a hőmérsékletnek is. Mondja, van nedves hideg, száraz hideg, amikor fúj a szél, akkor más a hőérzetünk, de mégis egy ilyen lebutított és könnyen megmérhető dologgal, mint a hőmérséklettel, hogy mekkora a hőmérő higanyszála ezzel írjuk le a hőmérsékletet most, egy picit ugyanazon az intelligenciával kapcsolatban is, hogy rengeteg dolgot értünk a köznapi nyelvben, az intelligencia alatt ami a pszichometriai intelligenciában, tehát a pszichológus által mérőeszközökkel mért intelligenciában nincsen benne. De a valóságban ez a pszichometriai intelligencia, tehát a, a tudományos értelembe vett intelligencia, mégis egy elég jó közelítése annak, amit a hétköznapokban is okosságnak vagy intelligenciának nézünk, nézünk vagy nevezünk. Nyilván abszolút elismerve azt, hogy ebben nincsenek feltétlenül benne olyan dolgok, mint hogy mondjuk ki mennyire udvarias vagy tájékozott. Tehát intelligencia az egyenlő az IQ-val, azaz az értelmi fejlettség mértékének mutatója a népesség átlagához viszonyítva. Nagyjából jól mondom, ugye? Tulajdonképpen igen. Az intelligenciát, a pszichometriai intelligenciát sokféle mérőszámmal ki lehet fejezni, sokféle mértékegységgel tulajdonképpen. Az IQ az már egy mértékegység. Az IQ az egy olyan mértékegység, ahol az egész népességnek az átlag a 100, a szórása pedig, ahogy mondjuk, az 15. Ez azt jelenti, hogy az embereknek egy bizonyos fix arányú része van, bizonyos intelligencia vagy IQ tartományokban. Egészen pontosan körülbelül az emberek kétharmada van definíció szerint 85 és 115 iq kezett. Ez az átlag, tehát 85 és 115, lehet ezt így fordítani? Így van, ezt tekinthetjük az átlagövezetnek. Na most a hétköznapi ember leginkább IQ-tesztek formájában találkozik az intelligenciával, gyakorlatilag se szer is se szám azoknak az újságoknak, akik különböző IQ-tesztet használnak, illetve töltetnek ki az emberrel, hogy aztán önmaga megállapítsa saját intelligencia vagy IQ szintjét. Mit mér valójában az IQ-teszt, mire vagy minek az összemérésére használják a kutatók? létezik egy olyan dolog, hogy intelligencia, ami a szókincsünket, a matematikai teljesítményünket, az emlékezetünket is javítja. Természetesen van olyan, akinek relatíve a saját szintjéhez képest ezek közül bármelyik jobban megy, de ugyanakkor van egy terület által, hogy fogalmaztam, terület általános, tehát bárhol bevethető képességünk is, és ezt hivatott mérni az IQ-teszt. Jól gondolom, hogy az intelligencia azért mégiscsak több, mint amit az IQ tesztek mérnek, mert mindent mérni nem lehet. Természetesen. Ugye pár dolgot ugye nem említettem is, amiket nyilván nem mér meg egy iq -teszt, vagy nem feltétlenül. Azt hiszem, hogy a, a legkézenfekvőbb ezek közül az az, hogy ki az, aki ö, udvarias. Ami ugye a köznapi nyelvben az intelligenciának egy nagyon fontos része viszont. Vagy a valaki. dörzsöltséget, vagy a ragasságot. Vagy a dörzsöltséget. Ugyanakkor nagyon nehezen rá esik elhinni, hogy mondjuk egy Capone-szerű karakter nem lett volna viszonylag intelligens a szó, pszichológusok által meghatározott az értelmében is, de, de valóban a dörzsöltség is ezek egy picit más. Na igen, de hogyha az IQ-teszt részképességek felmérésére alkalmas csak, akkor hogyan derülhet ki belőle az okosságunk mértéke? Az intelligencia tesztben sokféle feladat van. Például a Magyarországon leginkább elterjedt Wechsler-féle intelligencia tesztben attól függ, hogy hányat veszünk fel belőlük, körülbelül nagyon tucatnyi. Ezek nagyon különböző feladatok egymástól. Tehát van olyan feladat, amiben számolni kell, valamiben vissza kell mondani számokat, valamiben egy absztrakt ábrát kell kiegészíteni valamilyen szabály szerint, de vannak olyan kérdések is, amik tulajdonképpen általános műveltségre kérdeznek rá. A logika ez a teszt mögött az, hogy ezeken a teszteken a teljesítményünk az nem valami nagyon speciális képességtől függ. Tehát például az, hogyha a szókincsem az nem csak egy szókincs képességtől függ, vagy a számolási képességem nem csak a számolási képességemtől nem... függ. Hát hozzak fel egy példát ezzel kapcsolatban. Ezt egy kicsit úgy kell elképzelni, mint az edzettséget, vagy a sportosságot. Ugye azt azért nem nehéz elhinni, hogyha mondjuk valaki nagyon jó sportoló, vagy egyszerűen csak olyan alkatú, hogy őnek nagyon jó a fizikai állóképessége, akkor nem egy, hanem többfajta sportban is nagyon jó lesz. Persze lehet, hogy valamelyik az ő sportja, és abban nagyon-nagyon jó. De egy jó birkózó, az biztosan hegymászásban is le tud hagyni egy olyan embert, aki egyébként nem szokott sportolni. És kicsit ez a logika az ilyen intelligencia tesztek, meg a terület általános képesség mögött is, hogy van egy olyan, amit, olyan mint egy ilyen szellemi edzettség ami nem egy speciális képesség, nem olyan, mint hogyha csak egy sportot tudnánk jól csinálni, és nem csak egy feladatot tudunk tőle jól csinálni, hanem egy bárhol bevethető szellemi fitség. De akkor azok az IQ tesztek, amelyeket különböző lapok közzé tesznek, olyan nagyon nem is vehetők komolyan? Nagyon nehéz olyan IQ teszteket csinálni, amik az intelligenciának különböző aspektusait fedik le. Tehát igazából bár, szinte bármelyik intelligencia tesztet, ami kereskedelmi forgalomban kapható, felvesszük, mondjuk 100 emberen, nagyon hasonló eredményeket fogunk kapni, nagyon nagy mértékben egybet fognak ezek a tesztek érteni abban, hogy ki van a legcsúcsán ennek az egésznek, és ki az, aki az alján van. Amikor, hogyha csinálunk egy új tesztet, azt mondjuk, hogy mi valami teljesen más aspektusát akarjuk mérni az intelligenciának, és csinálunk erre egy tesztet, ezt többen megpróbálták már, ez nem szokott sikerülni. Nagyon könnyű Miért? mérni. Mert gyakorlatilag ugyanaz a rangsor alakul ki az emberek között, mint az korábban kipróbált tesztekben. Tehát akkor a válasz az a kérdésem, hogy olyan nagyon ezeket nem lehet komolyan venni? Nem volna nehéz egy új intelligencia tesztet csinálni, akár egy újság szerkesztőségének sem. Egyébként a nézőknek ajánlok egy magyar nyelvű vagy magyar magyarok által készített intelligencia tesztet is, amit szabadon kitölthetnek, és amíg tudjuk, hogy jó minőségű és, és jó eredményt ad. Ez a, van egy ilyen honlap, hogy tehetség.hu, és uh -huh. ezen van egy, vannak fent tesztek. A fiataloknak menüpont alatt van egy ilyen, hogy tesztek, és ott van négyféle uh, kognitív teszt, amik tulajdonképpen intelligenciára. Kísértékeli, tehát nem kell hozzá szakember. Nem kell hozzá szakember, ezt rögtön kísértékeli. Azt mondja meg, hogy a kitöltőknek hány százaléken el írtunk jobb tesztet. Uh -huh. De hát ez ugye nagyon hasonlít a, a, az IQ fogalomhoz. Na most már a tesztektől kicsit elrugaszkodva, már ugye az IQ tesztektől, témánkra rátérve, a viselkedés genetika nagyágyúja Robert Plomin, aki a tervrajz hogyan határozza meg a DNS azt, hogy kik vagyunk című 2018-ban megjelent könyvében azt írja, tévedés azt hinni, hogy tiszta lappal indulunk az életben, a génjeink már a születésünkkor, sőt azelőtt, azelőtt meghatározzák, hogy kik leszünk, így azt is, hogy mennyire leszünk intelligensek. Ez nagyjából egybevág az ön megállapításával, amit most ebben a frissen megjelent könyvében is olvastam. Tehát sem a környezet, sem a szüleinkkel való kapcsolatunk, sem a neveltetésünk, sem az iskola nem számít, már ami az intelligenciákat illeti. Most azt állítják? Lényegében igen, de én egy picit messzebbről kezdeném ezt az egész sztorit. A Plominnak a könyve valóban az intelligenciáról szól elsősorban, és az enyém meg még inkább. De ez egy olyan jelenség, amit igazából bármilyen tulajdonság esetén látni szoktunk. Ugye a, a genetikusok az, az úgynevezett kvantitatív genetika, azt a fajta genetikát, amikor az igazi géneket még nem látjuk. Tehát a molekulákat nem látjuk, csak azt tudjuk, hogy ki, kinek mennyire közeli rokona. És ebből tudunk következtetni arra, hogy ha az egyes tulajdonságoknak a különbségeit genetikai vagy környezeti hatások közvetítik. A legtöbb tulajdonságnak az esetében azt szoktuk látni, ide tartozik a testmagasság, ide tartozik a test súly vagy a testtömegindex, ide tartozik a vérnyomás, és ide tartozik egyébként valóban az intelligencia is, meg egy csomó más ilyen pszichológiai, szociológiai tulajdonság. Az összes ilyennek az esetében azt szoktuk látni, hogy egyrészt, hogyha valakik csak örökbefogadó testvérek, tehát egy családban nőnek föl, de genetikailag nem rokonok, nem szoktak felnőttként jobban hasonlítani egymásra, mint két idegen az utcáról. Amivel azt bizonyítják, hogy tehát a családi hatás olyan nagyon nem tud érvényesülni az intelligenciájában így van, így sem. Van, így van. Családon belül pedig egyébként azt szoktuk látni, hogy nyilván a családtagok azok hasonlítanak egymáshoz, az összes ilyen tulajdonságban ezt tudjuk, de minél közelebbi rokonok, annál jobban, genetikailag. Tehát a féltestvéreknél jobban hasonlítanak az édes testvérek, vagy a kétpetélyű ikrek, és a kétpetélyű ikreknél jobban hasonlítanak az egypetélyű ikrek. Na jó, ikrek. ez mondjuk logikus, de hogyan függ ez össze az intelligenciával? Tehát akik közelebbi rokonok, azoknak az intelligencia szintje is jobban hasonlít egymásra? Ez pontosan így van. Ez gyakorlatilag így van. Az egypetélyű ikreknél például azt szoktuk látni, hogy két egypetélyű iker, akik ugye genetikailag tökéletesen azonosak, gyakorlatilag klónok, Hiába nőnek fel különböző családokban, mert különböző családok fogadták örökbe őket, valójában nagyjából annyira hasonlítanak egymásra, vagy csak egy picit kevésbé, mintha egy ember kétszer írja meg ugyanazt a tesztet. Függetlenül független attól, hogy különböző családban nevelkedtek. Függetlenül attól, hogy különböző családban nőttek. Fel. Tehát ezért mondják azt, hogy a környezetnek, a nevelésnek nincs különösebb hatása az intelligenciára? A nevelésnek, de nem a környezetnek. Ugye a környezetnek van a genetikában, a kvantitatív genetikában két külön része. Van egy olyan része a környezetnek, amit úgy nevezünk, hogy közös környezet. A közös környezet az az, ami a testvéreknek közös. Minden, amit együtt élnek meg a családban. Az, ahogy nevelik őket, az, ahol laknak, az, hogy hány könyv van otthon a polcon, hogy melyik iskolába járnak. Hogyha nem járnak egy iskolába, vagy nem úgy nevelik őket, akkor az már nem közös környezet egyébként, de azért ezek nagyon sokszor hasonlítanak egymásra. Ennek a közös környezetnek, amiben azért olyanok abszolút beletartoznak, mint hogy mondjuk milyen a családnak a jövedelme, vagy hol lakik a család, azt látjuk valóban, hogy a legtöbb tulajdonságunkra, nagyon-nagyon kicsi hatása van, van hatása, nagyon jelentős hatása van, amíg ott élünk a családban. Tehát például a gyerekek intelligenciájára, 8-10-12 éves gyerekek intelligenciájára, vagy a személyiségre, vagy akármi, abszolút hatással van, hogy milyen családban jönnek. Például ebben a korban még az örökbefogadott gyerekek is hasonlítani szoktak egymásra. De aztán kinevik a nevelést, és visszamegyünk oda, ahol, ahol, még mondtam, hogy vagyunk, tehát hogy nem hasonlítanak jobban egymásra az emberek, mint, mint ahogy a genetikai hasonlóságukban gondolnánk. De ha az intelligencia velünk születik, örököljük a szüleinktől, akik meg öröklik a saját szüleiktől, akkor egy gyerekszülei voltak éppen álomvilágban élnek a tekintetben, amikor nevelni próbálják, tanítatják, gondosan bánnak vele, felkészítik az életre azt a gyereket, hiszen ez mindhiába való, mert csak a genetika számít, és csak attól függ, hogy milyen személyiséggel, illetve milyen képességekkel rendelkezik ez a gyerek. Ebből az következik, jól értem? Mindegy, hogy milyen iskolában járatjuk a gyerekeinket, sok biztos, hogy a az iq tesztet jobban nem fogják sokkal megérni. Már itt belekötnék, a... mindegy, hogy milyen iskolába járatjuk, Igazából nagyon kicsi hatása van az iskolának az intelligenciára. Nem, hogy hosszú távon, de rövid távon is. Tehát nagyon a, a leg... tudás az különböző, mert különböző iskolaszinteken különböző tudást szereznek. De igaz. az intelligencia esetében ez egyáltalán nem így van. Ezeket általában standardizált iskolai teszteken szoktuk látni, hogy ezeken a teszteken, amiknek a teljesítménye egyébként elég erősen függ a a pszichometriai intelligenciától, tehát tulajdonképpen önmagukban is egyfajta IQ-tesztként működnek, majdnem akkora változatosság van iskolákon belül, mint a teljes népességben. Körülbelül 90 ban akkora. Ami ugye azt jelenti, hogy nem az iskola a fő meghatározója ennek a teljesítménynek, hiszen akkor azt látnánk, hogy aki a jó iskolában jár, az mind jó tesztet ír, aki pedig rosszba, az mind Rosszabb. Az intelligencia egyáltalán egy állandó, stabil képesség, tehetség, amely nem is változik az élet folyamán? Hát ezt azért így nem lehet kijelenteni, mint ahogy azt se lehetett kijelenteni, hogy nem érdemes tanítani a gyerekeket, mert is csak az intelligencia számít. Nyilván nem csak az számít, az iskolában rengeteg olyan dolgot tanulunk, ami nem intelligencia fejlesztés, hanem valami konkrét képességnek az elsajátítása. A, a, a gyakorlatban azt szoktuk látni, hogy nagyon erős hasonlóság van a gyerekkori vagy a felnőttkori intelligencia között. Egy nagyon konkrét példát mondanék erre, ami, a legjobb minőségű adata, honnan ezt tudjuk. 1932-ben, tehát nagyon-nagyon régen, Skóci akkor már bőven volt intelligencia kutatás, meg intelligencia mérés. Skóciában volt egy olyan felmérés, amit a skót mentális felmérésnek nevezünk ma. Az összes 11 éves gyerek, aki egy napon bement az iskolába, megírta egy akkor használatos intelligencia tesztet, ezt úgy nevezik, hogy Murray House test. Ez 1932-ben volt, tehát 21-ben született gyerekek voltak ezek. A 90-es, inkább a 2000-es évektől kezdődően ezeket az embereket meg, elkezdték újra megkeresni. Ugye 80 év, vagy 70 év elteltével. És volt közülük jó pár száz, aki elé le tudták tenni akár 90 évesen, az utolsó hullámban, ugyanazt a tesztet, amit 11 évesen megírtak. Pontosan ugyanazt, eltelt közben majdnem 80 év. És azt látjuk, hogy egy nagyon erős összefüggés van a két intelligencia mutató között, és a, a, a sorrend, tehát, hogy ki volt a legjobb 11 évesen, nagyon hasonlított ahhoz, hogy ki volt a legjobb 90 évesen. Hiába telt el közben az egész élet. Ha úgy körülbelül a serdülőkor előttől, ugye az iskolás kortól kezdve, ha ami IQ-t mérünk, nagyon hasonlít ahhoz, amit a később életben mérni fogunk. Nincs kőbevésve, és nem megváltoztathatatlan, de elég stabil. Na de akkor ez azt is jelenti egyúttal, hogy aki okosnak születik, az is marad, aki butának, az is az marad, történjen bármi az élet folyamán? Most, ha nagyon leegyszerűsítem? Hát ez egy nagyon, nagyon leegyszerűsített és nagyon kisaritított megfogalmazása, ami mögé így ebben a formában nem állnék ki. Főleg, mert ugye nagyon sok mindent jelent az okosság, meg a butasság is, amit egy intelligencia tesz, nem feltétlenül mér meg. De gyakorlatban. A, nem egyéneket, de az egész népességet vizsgálva, tehát hogyha csoportokat vizsgálunk, emberek százait vizsgáljuk, gyakorlatilag biztosak lehetünk benne, hogyha fogunk száz embert, aki viszonylag rosszul írja meg az intelligencia tesztet most, akkor ők 20 vagy 30 év múlva is az átlagnál lényegesen rosszabbul fogják megérni. Hát akkor valami igazság mégis van abban, amit az imént mondtam. Nagyon kisarkítva, igen. A tudomány ismeretei szerint számszerűsíthető-e, hogyha az intelligenciánk jelentősebb százalékát kapjuk örökletes tulajdonságként a szüleink örökségeként, már a születésünk pillanatában, mégis hány százalékot szerezhetünk külső tényezőkből? ha kimegyünk az utcára, akkor ott mindenki, és mindenkivel meg tudnánk iratni egy intelligencia tesztet, akkor ott azt látnánk, hogy más pontszámot kapnának a különböző emberek. ezeknek, Ez a, az külön ezeknek a különbségeknek az oka az 50-80 százalékban genetikai hatásokra vezethető vissza. Ez nem azt jelenti, hogy 80 százalékban a gének meghatározták mindenkinek az intelligenciáját, és akkor azon túl tudta tologatni minden más, ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban az, azok, akiket megszoktak vizsgálni egy kvantitatív genetikai vizsgálatban, elsősorban genetikai okok miatt különböznek az intelligenciájukban, és számos egyéb tulajdonságunkban egyébként. De azt meg lehet mondani, hogy hány százalékot hat Tároz meg a genetika, vagy ilyen százalékos arány nem lehet felállítani. Pont, pont emiatt a, ez az örökletesség, tehát hogy hány százalékát magyarázza a különbségeknek a genetika, ez nem egy biológiai állandó. Ez nagyon függ attól, hogy kiket vizsgálunk, meg mikor. Mondok egy példát erre, mondjuk menjünk vissza egy kézzel fogható példára, a testmagasságra. Hogyha megnézzük, hogy a testmagasság Dél-Koreában mennyire örökletes, tehát hogy két dél-koreai vagy száz dél-koreai különbségei mennyiben függenek a genetikai különbségektől, akkor azt látnánk, mint ahogy mindenhol látni szoktuk, hogy nagyon nagy hatása van genetikai hatásoknak a testmagasság különbségeire. De hogyha ő nekik az Észak-Koreában ragadt távoli rokonaikat is hozzájuk borítanák, akik ugye hát egy, majdnem egy évszázadot most már ugye sokkal rosszabb körülmények között éltek, és általában 10-15 évvel, 10-15 centiméterrel alacsonyabbak szoktak lenni, mint a dél koreai akkor ott azt látnánk, hogy óriási szerepe van annak is, hogy, hogy, hogy egy környezeti hatásnak, hogy melyik koreában élnek. Tehát, hogy ha a környezeti hatások, amik hatni tudnak ránk, viszonylag szűkek, hogyha nem különbözik nagyon az a környezet, ami hatni tud ránk, akkor ott azt látjuk, hogy a környezetnek a hatása relatíve kicsi. Ha nagyon nagy különbségek vannak, funkcionálisan fontos különbségek egy társadalomban, tehát olyan különbségek, amik befolyásolni tudják mondjuk az intelligenciánkat, vagy a jövedelmünket, vagy akármit, akkor azt szoktuk látni, hogy a, a, a környezeti hatások magasak. Igazából a magas örökletesség az, az azt mutatja valahol, hogy a társadalom meritokratikus, tehát hogy a hozott képességek. Szám, mint nem a családban hozott, hanem a vele képességek azok, amik uh -huh. számítanak. Visszatérve az intelligenciára, meg a most megjelent könyvére. Azt írja ebben a könyvben ön, hogy nincs még egy olyan pszichológiai mutató, amely annyi mindennel mutatna erős összefüggést, mint az intelligencia. De akkor kérdezem, miért mondja azt is, hogy az intelligencia nem determinálja az életünket, sőt, még csak nem is domináns meghatározója? Ha egyszer a körülmények nem számítanak, és az intelligencia sem domináns, akkor mi az, ami igazán számít? Hát ez a két dolog, ez nem zárja abszolút ki egymást, tehát nyilván nem tudunk egy olyan dologra rámutatni, hogy akinek ez megvan, annak be fog jönni az élet, akinek pedig nem, annak nem. Ez nem ilyen egyszerű. Ezek sok tényezés dolgok, rengeteg mozgó elem van ugye az életben, rengeteg dologtól függ az, hogy sikeresek vagy boldogok leszünk az életben, eleve ezek mindenkinek valami mást jelentenek. A pszichológusok nagyon sok dolgot próbáltak meg mérni, meghatározni, amik befolyásolják azt, hogy Akármilyen definíciót használva, hogy fogunk az életben boldogulni. Semmivel nem sikerült ez olyan jól, mint az intelligenciával. Az intelligencia az egy olyan dolog, amiben bízhatunk, hogy ez egy nagyon fontos tulajdonság lesz, és hogy nagyon sok mindenben segíti azt, akinek van. Természetesen viszont ez nem igaz, az, nem igaz, hogy ha valaki nem nagyon intelligens, akkor nem lehet boldog vagy sikeres, és az sem, hogy ha valaki intelligens, akkor ez az ölébe fog hullani. Igen ám, de akkor itt hagyj jegyezze meg, amit szintén a könyvében olvastam, hogy a magasabb IQ jobb életminőséget jelent. Ez mit jelent, és hogy függ össze a magasabb IQ a jobb életminőséget? Minőséggel. Én azt hiszem, hogy van, nagyon sok mindent jelentett az, hogy jobb életminőség. Hát nyilván Én magasabb az... jövedelmet, így van, iskolai így végzettséget, van. munkateljesítményt, így van, van. át hosszabb. Például életet. A munkateljesítményben nem is vagyok olyan biztos, hogy ez mindenkinek jobb életminőség, hogyha jobban teljesít a munkahelyén. Még a jövedelemben sem vagyok biztos. Nagyon nagy vizsgálatokból tudjuk, hogy minél magasabb valakinek az intelligenciája, korábban az életben annál kisebb a valószínűsége, hogy később, akár évtizedekkel később megbetegszik. Ezt nagyon általánosságban mondtam, hogy megbetegszik, de ez nem véletlen, vagy nem slendriánság részemről, hanem ez azért van, mert szinte bármilyen betegségről beszélünk, ez így van. Ezt például olyan vizsgálatokból tudjuk, az egyik például az a skót mentális felmérés, ezt abszolút tudjuk onnan, hogy ugye majdnem 80 évig után követtük az embereket, és össze tudjuk vetni, hogy akinek 11 évesen magas volt az intelligenciája, Egyáltalán életben voltam még 80 évvel később, és ha nem, akkor miért halt meg? És a magasabb a... intelligenciaik, így 11 van. évesen magasabb intelligenciájuk voltak, azok tovább éltek? Így van, tovább éltek, és szinte bármilyen halálokra visszavezethető halálozás ritkábban következett be náluk. Az intelligensebb emberek tovább élnek. Van egy olyan dolog is egyébként, amit szerintem nagyon sokan nem tudnak, vagy akár másképp is gondolják, mert hogy érdekesen az ellenkező vélemény, a, a magasabb intelligencia a mentális, pszichiátriai betegségek ellen is véd, mégpedig nagyon-nagyon nagy erővel. Tehát minél intelligensebb valaki, annál ritkábban szenved olyan kórképektől, mint például a major depressziós zavar, tehát a közneben a depresszió vagy a skizofrénia. Hát ez van, megint ja. csak a köznapi tapasztalatnak nagyon ellentmond. Azt Ezt... szokták mondani, hogy igazán az okos vagy az intelligens emberek betegsége, például a depresszió. Hogy egy kétkezi munkás az a legritkábban depressziós, vagy csak nem veszi észre. Rosszul él a köztudatban, és ez, ez magyar adatokban, például az én munkahelyemen még jó van az én ott dolgozása mellett készült hungarosztali vizsgálatokban is abszolút kijön, hogy Magyarországban, Magyarországon is sokszoros a depressziónak rizikója a kevésbé iskolázott embereknél. Intelligencia-teszt nem volt, de a kevésbé iskolázott embereknél. Tehát abszolút uh -huh. a közhiénelemmel ellentétes összefüggés van itt is. Azt is a könyvéből vettem, hogy valószínűleg uh -huh. nem lesz bűnöző egy magasabb iq ember, ha ez igaz is lenne, nyilván igaz, mi következik ebből? Valóban a bűnelkövetésnek a valószínűsége az magasabb, az alacsonyabb intelligencia tartományban, mint a magasabban alaknak magasabb az intelligenciája, akkor kevésbé megy bele ilyen buta opportunista bűncselekményekbe, amit a legtöbben el szoktak követni. Tehát, hogy a legtöbb bűncselekmény azért nem olyan, mint az Ocean's Eleven, hogy nagyon elaboráltan ki van dolgozva, hogy hogy fogjuk a bankot kirabolni, hanem ilyen, ilyen, buta, nagyon könnyen lebukós opportunista bűncselekmények, hogy látok egy biciklit az út mentén, ami nincs lelakatolva, és akkor ellopom, és nem veszem észre, hogy ott a, tér, a kamera. Vagy valakivel, és úgy megütöm Től, hogy hát valami komoly baj történik. Azért a legtöbb bűncselekmény az inkább ilyen szokott lenni, mint ilyen nagyon komoly bűnöző igénylő, és hát azok az emberek, akik, akik, kevésbé intelligensek, azok hát nyilván jó, könnyebben belecsúsznak ilyenekbe. Könyvét olvasgatva azért hogy Fölírtam magamnak egy megjegyzést, és ezt megint csak nem a kötekedés szándékával mondom, de gondoltam, fölvetem aztán legfeljebb majd ellentmond ennek, hogy nem arról van ez szó, hogy ami igaz nagy átlagban, az sohasem igaz a konkrét egyénre nézve. Aki gazdag, nem biztos, hogy okos. Aki jó állásban van, az lehet buta is. A kontraszelekció ugye Magyarországon igencsak ismerős nekünk, de vannak bűnözők, szörnyetegek ugyancsak magas iq -val. gondoljunk csak mondjuk Göringre, a háborús bűnösre, akinek azt hiszem megmérték az iq Nürnbergben a per során, és 137 lett az eredmény. Így van, aki a, 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 a Nürnbergi Pert megélte a, a náci vezetőként, őket mindig kutesztelték, és minden elég magas lett az ikúja, hiszem pont Göringé lett a legmagasabb. Tehát nyilván ez, ez, ez ellen nem véd, ahogy a internetes mém mondta, de nem, nem garantált természetesen, hogy valaki erkölcsös és, és produktív ember lesz attól, hogy magas az intelligenciája, de a valószínűsége nagyobb de az, hogy ami mondjuk átlagosan jellemző azért az egyénekre nézve, nem biztos, hogy minden esetben igaz. Ugye? Ezt ter lehet így mondani. Ter természetesen. Hát ugye nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert hogy én nem, nem orvos vagyok, hanem pszichológus. Az orvosnak annak nagyon szerencsés a helyzete bizonyos szempontból, mert hogy ő pontos biológiai paraméterek függvényében meg tudja mondani, hogy egy baj ott van-e, vagy nincsen ott. Az intelligencia viszont biztos, hogy az egyik legjobb ilyen eszköz a, a pszichológusnak a kezében is. Nem véletlen, hogy a, a munkahelyi kiválasztásban nagyon gyakran használnak intelligencia teszteket. Például, hogyha valaki az Európai Parlamentben szeretne nem képviselőként, hanem hát valami ilyen alkalmazottként dolgozni, vagy bármilyen EU-s szervnél, úgy indul a felvételi, hogy egy nonverbális IQ-tesztet, tehát egy ilyen ábrák kiegészítésével ebből álló intelligencia tesztet ki kell tölteni. Mert ezt pontosan tudják az EU intézményeinél, hogy a, a tesztet, aki ezt a tesztet egy szinten nem úrja meg, az, az nem valószínű, hogy fogja tartani a tempót, ami a hivatalban folyik. Egy másik megállapítás, megint csak a könyvéből vagy a könyve nyomán ez az én következtetésem, és majd ön akkor megmondja, hogy ez mennyire helyén való, de szintén meglepő volt. A szegények az alacsonyabb IQ miatt szegények. Ezt mivel lehet igazolni? Az biztos, hogy az alacsonyabb jövedelem összefügg a alacsonyabb intelligenciával, vagy politikailag korrektebb módon fogalmazva a magasabb intelligencia összefügg a magasabb jövedelemmel. Biztosan tudjuk azt is, hogy inkább az van, hogy a magasabb IQ vezet magasabb jövedelemhez, és nem arról, hogy az alacsonyabb jövedelem vezet alacsonyabb IQ-hoz. Ezt többféle vizsgálatból tudjuk. De ezekben a vizsgálatokban azt csinálják, hogy egy ponton a résztvevőknek megmérik a szocioökonomiai státuszát, amiben benne van a jövedelem is, meg az is, hogy milyen iskolázottságúak, vagy a szüleik milyen iskolázottságúak voltak, és megmérik az intelligenciájukat. Nyilván ezek összefüggenek, de azért bőven van benne különbség. Eltelik 10-20 év, és utána megint megmérik azt a mutatót, amire kíváncsiak, például jelen esetben a jövedelmet. És meg lehet mondani körülbelül azt, hogy mi hajlamosít jobban magas jövedelemre? Az, ha valaki átlagos szocioekonomiai státusz mellett intelligensebb, vagy ha átlagos intelligencia mellett magasabb szocioekonomiai státuszú családból származik. Persze nem mind a kettő működhet. A gyakorlatban ezekből a vizsgálatokból azt szokott kijönni, hogy az intelligencia hatása sokkal erősebb. Tehát elsősorban attól függ a későbbi jövedelem például, de egy csomó minden más is még, hogy valakinek az intelligenciája milyen, és nem attól, hogy milyen szocioekonomiai státuszú családból származik. A szocioekonomiai státusznak az összefüggése például az onnan jövő gyerekeknek a felnőttkori jövedelmével elsősorban abból ered, hogy a különböző szocioekonomiai státuszú családokban más az átlagos intelligencia szint, hiszen az már maga ennek a következménye. A szegénység is e szerint öröklődik, hiszen a génjeink diktálnak? A jövedelem biztos, hogy öröklődik. Ezt onnan tudjuk, hogy be lehet ugyanezekbe az IKER amikről beszéltem, ahol ugye tudjuk, hogy kinek milyen a rokonsági viszonya, és mennyire hasonlít ennek függvényében a tulajdonságuk. Ebben nem csak a testmagasságot, vagy az intelligenciát lehet betenni, mint olyan tulajdonságot, amire kíváncsiak vagyunk, hanem például a jövedelmet is. És ezt számtalan vizsgálat meg is csinálta különböző országokban. És ezekből ugyanez a kicsit unalmas kép rajzolódik ki, mint amit a testmagasság, meg a vérnyomás, meg a testtömegindex, meg az intelligencia, meg a személyiség esetén is látunk, hogy a genetikai tényezők ott vannak, elég fontosak, a különbsége körülbelül 40-50 százalékáért felelősek, a családi környezet, ez a közös környezet, amit emlegettem, hogy ki honnan jön, ennek a hatása viszont nagyon alacsony. Köznapi nyelvre fordítva ez azt jelenti, hogy az örökbefogadott gyereknek, gyerekeknek, akik egy családban nőnek föl, felnőttként a jövedelme nem igazán szokott hasonlítani. Tehát az egy családból jövőknek hasonlít a jövedelme felnőttként, de csak amíg ott van a biológiai kapocs. Viszont ha van a családban valaki, ha van egy egypetélyű ikertestvérem, aki sok pénzt keres, sokkal valószínűbb, hogy én is sok pénzt fogok keresni, mintha egy két ikertestvérem van. Tehát számít, hogy a családtagjainknak a jövedelme, akiknek hogy magas vagy alacsony, az pontosan milyen családtagomé. Genetikailag mennyire hasonló családtagé. Én némi ellentmondást véltem fölfedezni az ön megállapítása, meg a szociológia megállapításai között. A szociológia szerint a szegények azért szegényebbek, vagy szegények, betegesebbek, iskolázatlanabbak, mert ilyen családban születtek. Ön viszont azt mondja, idézem, tény, hogy amit sokszor a szegénység, az iskolázatlanság hatásának látunk, az az alacsonyabb IQ hatása. Itt megint csak nem ugyanott tartunk-e, kérdezem, hogy ami igaz lehet általában, a sohasem vagy szinte sohasem állítható konkrét valakiról, nem lehet azt mondani, hogy aki szegény, annak alacsonyabb az iq -ja. ugye? Természetesen. Az, nagy általánosságban ez igaz, azt nem lehet mondani, hogy ez az ember szegény, és alacsony az iq -ja, és azért szegény, mert alacsony az IQ-ja. Ezt nem lehet megmondani. A, a, a pszichológus, meg a genetikus, és egyébként mindig populációkról tud mondani, hogy általában így van valami, amivel mindig vannak kivételek. Ettől függetlenül ez tény, hogy a társadalom tudományokba ezek az ismeretek nem igazán mentek át. Azt mondja, hogy nem tud erről a szociológia, vagy nem ez hát, 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 a jelentős része bizony nagyon úgy tűnik, hogy nem. Megint csak a könyvéből idézek. Minden okunk megvan feltételezni, hogy a régebbi elődeink eltérő genetikai potenciállal rendelkeztek az intelligenciára. Például nem voltak olyan okosak, mint mi. Megnevezne néhány okot a mindenből? Most az biztos, hogy 4-5 millió évvel ezelőtt nem élt olyan intelligens lény a Földön, mint az ember. Tehát valahol a, a, ebben a 4-5 millió évben, amióta a többi főemlőtől szétváltunk, azóta biztos, hogy intelligensebbek lettünk. Tehát azt gondolom, hogy ez a legegyszerűbb megfogalmazása ennek. Az ennél picit bonyolultabb, de viszont sokkal részletesebb megfogalmazása az viszont egy másik megfigyelésből adódik. Mert valami ellenkezőt mondott a könyvben, igen. ott azt mondja, hogy szinte kétségtelen, hogy az emberiség intelligencia jelenleg csökkenő fázisban van, a pár száz év múlva élők kevésbé lesznek okosak, mint amilyenek mi így vagyunk. Vagy kérdezem, hogy ez így lesz? Ebben a részben szinte biztos vagyok, hogy igen. Van egy olyan kutatási vonal ennek az abszolút úttörője, az Gregory Clark történész, az Egyesült Királyságból. A Clark az azt csinálta, vagy azt vette észre, hogy brit végrendleteket vizsgálva, a középkortól kezdődően azt látta, hogy minél gazdagabb volt valaki a brit középkorban és újkorban, annál több leszármazottja maradt. Tehát az akkori elitek szaporodtak igazából. Tehát ez a népesség robbanás, amit mondjuk az újkorban Anglia megélt, az elsősorban a felső és a középrétegeknek a népesség robbanása volt. Ugye, hogyha jött egy járvány, jött egy éhínség, jött egy háború, az elsősorban az alsó néprétegeket írtotta, a felső néprétegek pedig hát, folyamatosan egy populáció többletet és egy lefelé tartó mobilitást produkáltak. Tehát a, 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 hercegnek a fia az már csak gróf volt, a grófnak a fia az már csak jó ment, tehát a földjén gazdálkodó szabad paraszt, aztán annak a fia már csak mesterember, és végül lehet, hogy már csak jobb annak a a gyereke. Ezt számos egyéb országban is megfigyelték egyébként, hogy a 20. Század, 19. század végéig, a 20. század elejéig az elitek mindig több utódot produkáltak, mint az alsóbb néprétegek. Most persze felmerül az, hogy mennyire volt a középkorban az akkori elit egy úgymond meritokratikus elit, tehát mennyire voltak ők a szellemi érdemeik miatt abban a pozícióban, ahol voltak, biztos, hogy nem annyira, mint amennyire ezt elvárnánk, ez nem volt egy igazságos társadalom a középkori, de amennyire ez igaz, az biztos, hogy azokat a azokat tulajdonságok, amik a középkori vagy újkori elithez tartozást elősegítették, azok a természetes szelekcióval gyakoribbá váltak. A Clark szerint az intelligencia abszolút ezek közé tartozik, tehát a, a brit népesség örökletesen intelligensebb lett úgymond a középkori és az újkor folyamán. Na, de a... arra a kérdése még nem válaszolt, hogy az emberiség intelligencia jelenleg csökkenő fázisban van, és pár száz év múlva kevésbé lesznek okosak, mint amilyenek mi vagyunk. Ez egy picit egy ilyen ködös terület, mert nem tudjuk, hogy a, mondjuk a 16. századi elitek Angliában mennyire voltak intelligensebbek, mint a többiek. Jelenleg viszont abszolút tudjuk azt, hogy a, az, inter, az igazi intelligencia függvényében abszolút változik az, hogy kinek mennyi gyereke születik. Ez amióta intelligencia mérés van, nagyjából így van, és ahol megmérjük, ott nagyjából így van. Tehát a legkülönbözőbb országoktól, Kínától kezdve, Algérián keresztül, az Egyesült Államokig és az Egyesült Királyságig, ez nagyjából mindenhol így van. Hogy nem Meghatározóan, de abszolút összefügg az intelligenciával az, hogy kinek mennyi gyereke születik. Minél intelligensebb valaki, annál kevesebb gyermeke születik. Ez egy nagyon-nagyon jól replikált, tehát megismételt megfigyelése a társadalomtudományokban. Most abból, hogy az intelligencia örökletes, nagyon sok minden nem következik. Például az, hogy egy intelligencia szinttel születünk, és az abszolút úgy marad, és nem csinálhatunk vele semmit, ez nem következik belőle. Meg az sem, hogy bármit csinálnak velünk, garantáltan intelligensek leszünk, ez sem. De az viszont igen, hogyha ez egy genetikailag részben meghatározott tulajdonság, ez azt jelenti, hogy a természetes szelekció hatni tud rá. És ezzel, hogy nem azért, mert meghalnak az okosabb emberek, persze azért, mert úgy döntenek, hogy nem vállalnak több gyereket, ez is természetes szelekció. És mivel ez egy genetikailag részben meghatározott tulajdonsággal történik, egy részben örökletes tulajdonsággal, ezért azt mondhatjuk, hogy most az természetes szelekció az intelligencia ellen dolgozik. Ezt lehet, hogy valamennyire fogjuk tudni, vagy tudtuk kompenzálni az utóbbi száz évben környezeti hatásokkal. Tehát lehet, hogy ma egy kevésbé intelligens ember is jobb munkát tud végezni, mint egy száz évvel ezelőtti, mert jobb képességeket tanult az iskolában, vagy mert jobb számítógép van a kezében, de kell legyen egy határ, ezt a kompenzációt tudjuk csinálni. És ez egy, ez picit olyan, mint a globális felmelegedés, hogy lehet, hogy most még annyira nem látjuk, de látjuk az adatokat, amik mutatják, hogy ez jönni fog és ismerjük a mechanizmusokat, amik okozzák, és tudjuk, hogy ezek a mechanizmusok, ezek itt dolgoznak továbbra is és ez továbbra is így van szintén, hogy az intelligensebb emberek kevesebb gyermeket vállalnak, és ebből gyakorlatilag biztos, hogy az következik, hogy már most is kevésbé vagyunk intelligensek, mint 100 évvel ezelőtt, és még 100, még 200 év múlva pedig ez még kevésbé így lesz. Na most amennyiben az intelligencia jelentős mértékben genetikai örökség, úgy kézenfekvő talán az a feltételezés, hogy a genetika ismereteink rohamos fejlődése során megtaláljuk, sőt, talán már be is azonosítottuk ugye, azokat a génszekvenciákat, amelyek az intelligenciáért felelősek. Mit tud erről? Van-e tárgyban exakt eredményük már? Abszolút. Itt arról van szó, az történik, hogy genotipizálnak, tehát megismerjük a genomját, több százezer, vagy akár több millió embernek. És ö, megnézik, hogy statisztikailag melyik génvariáns hogy függ össze egy tulajdonsággal. Ö, nagyon sok összefügg, de ezek icipici hatások lesznek az intelligenciának egy becslését tudjuk adni jelenleg, vagy az iskolai végzettség, de bármi a testmagasságnak is csak egy becslését tudjuk adni. A testmagasságnak tudjuk a legjobb becslését adni csak genetikai információk ismeretében. Az intelligencia az majd, hogy nem a következő sorban egyébként, tehát hogy relatíve jobban tudjuk genetikai adatokban előrejelezni, mint mondjuk egy szívbetegséget, és az iskolai végzettség is nagyon magasan ott van. Nem tudjuk pontosan megmondani, de a véletlenszerű becsülésnél sokkal jobbat tudunk adni rá. Az emberiség és vele együtt az emberiség intelligenciája is a természetes kiválasztódás útján egy hosszú evolúciós folyamat eredményeként jutott a jelenlegi fejlettségi szintjére. Ez tény. Van-e tudományos prognózis arról, hogy merre és meddig fejlődhet az emberi intelligencia? Igen, hát sajnos ezt, ahogy mondtam is, elég jól tudjuk prognosztizálni, hogy szinte biztos, hogy hanyatlani fog. Tehát ez egy részben örökletes tulajdonság, ami ellen dolgozik a természetes kiválasztódás. Tehát szinte biztosak lehetünk abban, hogy, hogy néhány száz év múlva a a jövő embere, az kevésbé lesz. Legalábbis a genetikai potenciája az intelligenciára kisebb lesz, mint a jelenlegi. Mm -hmm. Hogy ezt tudjuk-e közben kompenzálni valamivel, az egy más kérdés. Mivel lehetne kompenzálni? Ezt sajnos nem lehet megmondani, mert nagyon kevés olyan tudjuk, hogy nem csak a genetikai hatások befolyásolják az intelligenciát, ez nyilvánvalóan így van. Van valami más is. Nagyon kevés dolgot tudunk mondani, ami, befolyásolja az intelligenciát. Az biztosan tudjuk, hogyha mondjuk nincsenek az ivóvízben mérgező anyagok, vagy nem vitaminhiányos valaki, akkor az, az ebből adódó intelligencia deficitet azt meg tudja előzni. Tréninggel, gyakorlással, nem nagyon lehet fejleszteni. Nem fejlődik az intelligencia akkor, hogyha mondjuk többet sakkozunk. Nem fejlődik az intelligencia legjobb tudásom szerint, hogyha valamilyen táplálék kiegészítőt fogyasztunk. Tehát nagyon kevés, nem igazán, vagy nagyon keveset fejlődik az intelligencia attól, hogyha speciális iskolákba járunk. Tehát igazából nagyon Kevés olyan stratégiát ismerünk, amivel kompenzálni lehet egy, amivel célzatosan kompenzálni lehet az intelligencia deficitet. Viszont van egyébként egy olyan megfigyelés, hogy a mai emberek sokkal jobban írják meg az intelligencia teszteket, mint mondjuk száz évvel ezelőtt, amikor elkezdték őket használni. És nem azért, mert kigyakorolták mára? Hogy mi Ö... a legpraktikusabb válasz, annyi intelligencia tesz van, hogy az elején Ez... is mondtam, hogy a gyakorlás azért sokat jelenthet, nem? Nem tudjuk pontosan, hogy mi ennek az oka. Személyes dolgot kérdeznék, természetesen határokat betartva. Amikor önnek gyereke született, kíváncsi volt-e arra, hogy leendő gyermeke milyen intelligenciát örököl a szüleitől? Ugye van egy másfél éves kislány, a bevezetőben hát, elmondtam. Természetesen nagyon kíváncsi voltam rá. Két mondja van, hogy megismerjem, hogy megtudjam, hogy miért örökölt valójában. Egyrészt el kell, várnom kell még egy olyan tíz évet, és, és le kell tegyek elé egy IQ-tesztet. A másik módja annak, hogy hát megpróbálom ezt a poligénes pontszámot kiszámolni őnála, vagy akár saját magamnál, hiszen azt ugye kortól függetlenül meg lehet csinálni. Na pont ezt akartam kérdezni, hogy lehetett-e feleség és az önintelligencia szintjéből viszonylag pontosan következtetni a gyerek ebbéli adottságaira? Következtetni lehetett, azt nem mondanám, hogy viszonylag pontosan. Itt ugye ugyanaz a probléma, amit, amit nagyon sokszor korábban belefutottunk már, hogy tudunk trendeket, amik az egész népességre, vonatkoznak. De ebből nem biztos, hogy egyénileg is mindig az jön ki, mert rendben van. Ugye megint a klímaváltozást hozom példaként. Ugye a klímaváltozás az azt jelenti, hogy nő a Földnek az átlag hőmérséklete, és a legtöbb helyen nő az átlag hőmérséklet. De attól még vannak olyan helyek, ahol csökken, meg abszolút belefér az is, hogy mondjuk legyen egy különösen hideg tél. Na most az ugyanitt van itt is, hogy van egy trend, de nem biztos, hogy ez minden egyes esetben érvényes. Hány éves korától érdemes először a gyereknek az intelligencia kapacitását megmérni? Hát minél később, annál pontosabb, iskoláskortól kezdődően állnék be a mögé, hogy tényleg érdemes, főleg, főleg annak is a vége felé, tehát ilyen 10, 12, 14 éves kor környékén. Milyen szülői gondoskodásra van szükség ahhoz, amiket ön szükségesnek ítél, hogy a gyerek intellektuálisan a tőle telhető maximumot teljesíthesse? óvatosan fogalmazta meg ezt a kérdést, mondja, nem azt kérdezte, hogy az intelligenciát mivel lehet a legjobban növelni. Ha így kérdezte volna, akkor nagyon könnyen tudnék rá válaszolni, hogy nem tudunk ilyen módszert, tehát nem tudunk olyan olyan módszert, amivel a gyereknek az intelligenciát növelni lehetne. Ami azt illeti, úgy tűnik a többek között ezekből a genetikai vizsgálatokból, hogy azok a dolgok, amiket úgy magunktól másképp csinálnak a különböző családok, hogy így nevelik a gyerekeket, vagy úgy nevelik a gyerekeket, ez sem befolyásol feltétlenül sokat a felnőttkori intelligencián. Na most az intellektuális teljesítmény, az persze nem, nem ez. Az intellektuális teljesítmény az az is, hogy mondjuk ténylegesen megtanulok-e egy egy, egy, képességet. Megtanulom el, nem tudom, rendesen a, a trigonometriát, vagy a, a differenciálszámítást, számítást, vagy megtanulok el, egy idegen nyelvet, vagy megtanulok el, nem tudom, szépen fogalmazni magyarul. Ezek mind olyan képességek, amiket külön el lehet sajátítani megfelelő gyakorlatorientált képzésben. Én, én azt gondolom, vagy én, én azt hiszem, hogy erre fogok majd szülőként fókuszálni, hogy inkább ilyeneket tanítsa. Tehát ne, gondolkodási képességet, vagy intelligenciát, vagy, ö, vagy, nem tudom, képességeket próbálják meg fejleszteni, mert azokat nagyon nehéz, hanem, hanem, konkrét ismereteket tanítsak, meg konkrét eljárásoknak a használatát tanítsam, mint amilyen mondjuk egy idegen nyelv, vagy egy matematikai eljárásnak a használata, ö, ö, vagy, vagy nem tudom, egy, 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 szoftvernek a használata, ilyeneket érdemes én szerintem tanítani, és az egy picit hív remény, hogy a, az intelligencia, vagy a nagyon tág értelemben vett készségek fognak majd fejlődni. Nem tudom, hogy jól vettem észre a könyve elolvasása után, de valahogy az a következtetésem támad, hogy ami a tudományos eredményeket illeti, amiről beszámol a könyvében, mintha jelentős mértékben felülérni látszanának a sok évtizedes kánonokat. Így van, én abszolút egyetértek azzal, hogy ezek az eredmények, ezek nagyon sok olyan dolgot felülírnak, ami a köztudatban él, és ami talán picit az egész társadalmunkat meghatározza. Tehát szeretjük azt hinni, hogy ahogy az ön is mondta az elején, hogy majd, hogy nem ilyen üres lapként születünk, és arra az élettapasztalataink írják rá azt, hogy kik leszünk majd. Például nagyon domináns az az elképzelés a szociológiában, ahol ugye van egy ilyen kimondott vagy ki nem mondott feltételezés, hogy az emberek alapvetően a körülményeik termékei és hogyha a körülményeket megváltoztatjuk, akkor meg fognak változni ennek a következményei is. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokszor nem így van. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy az intelligencia az egy nagyon valós pszichológiai tulajdonság, nagyon könnyen méretű ráadásul, ami nagyon sok mindent meghatároz az életben. Ez a sztori egyik része. A sztori másik része viszont az, hogy az intelligenciától teljesen függetlenül másfajta képességeink is, amik szintén meghatározzák, hogy hová jutunk az életben, jelentős részben örökletesek. Ami még egyszer nem azt jelenti, hogy megváltoztathatatlanok, vagy hogy kőbe vannak vésve, hanem azt jelenti, hogy azok a természetes különbségek, amik az emberek között léteznek, nagyon nagy részben azért jönnek létre, mert az emberek genetikailag különböznek. És hát ez nyilván egy, nagyon ellentmondásos terület, hiszen ugye ez, egy, ugye ez egy demokratikus dilemmához vezet, hiszen ugye a társadalmunknak a működése jelentős részben azon a feltételezésen alapszik, hogy igazából bárki bárhová eljuthat, hogyha elég keményen próbálkozik. És vagy ez nem igaz. Vagy, és ez, ez, ez valószínűleg így ebben a formában nem igaz. Igen. Tehát ugyanúgy, hogy nem lehet mindenki két méter magas és remek kosárlabdázó, vagy nem lehet mindenki díbirkózom, hanem jelentős mértékben erre születik az ember. Van vannak olyan ö, ö, szélsőségei a társadalomnak, egy kiemelkedően sikeres, fejántaláló, vagy egy, egy nagyon ö, ö, tehetséges egyetemi professzor, vagy akár egy nagyon gazdag ember, ami, ami olyan szerep, amire valamennyire azért születni kell. Tehát nem lehet bárkiből feltétlenül ilyen. Na most, ha valamennyire felülélni látszanak a sok évtizedes kánonokat ezek az új megállapítások, ezt kérdezem, hogy az ön tekintetében át kellett hangolnia intelligencia témában a saját korábbi ö, személyes nézeteit, illetve meggyőződését? Azt akarom megtudni, hogy a... értékel tekintetben értékeltekintetben mondjuk meglepetések. A legnagyobb meglepetése miért ezzel kapcsolatban az az volt, hogy egy nagyon jó minőségű irodalma van ennek a témának, hát egy nagyon, nagyon jó pozíciója van ennek a területnek a tudományban, tényleg hihetőek ezek az eredmények, és mindenki ezeket találja, és nem az utóbbi tíz évben találta őket, hanem az utóbbi száz évben igazából bárki vizsgálta ezeket, mindenkinek ez jött ki. És ennek ellenére ez nem feltétlenül szivárog be a köztudatba, és nem feltétlenül szivárog be az egyetemi tananyagban sem. Tehát simán végezhet mondjuk valaki pszichológusként a az egyetemen úgy, Magyarországon, de más országokban is, hogy nem biztos, hogy tanul mondjuk a G-faktor elméletről, ami az intelligenciának a domináns elmélete, vagy nem feltétlenül tanul arról, hogy a, a, a szülői hatásoknak az ereje, ilyen csekély a későbbi személyiségnek a meghatározásában. Ezért is írta meg ezt a könyvet? abszolút ezért írtam meg ezt a könyvet. Az angol száz köztudatban ez jobban benne van. Tehát ugye ott van mondjuk a Plomin, aki nagyon jó közérthető nyelv, nyelven ír. hivatkoztunk a igen, igen, igen. És azt láttam, hogy a magyar köztudatban, részben a tudományos köztudatot is beleértve, nem annyira van jelen ez a viselkedés genetikai elképzelés. Nem közismertek ezek az eredmények, és ezért akartam egy olyan könyvet írni, ami itthon is vitaindító erről. Vannak tulajdonképpen az ön úgynevezett forró pontjai. Mi az, amiről a jelenlegi tudományos, vagy még inkább mondjuk a politikai konszenzus alapján nem illik, nem PC beszélni, és ha mégis szóba kerül, akkor kitör a, a, gyalázat? Igen, abszolút persze vannak ilyenek. Én azt hiszem, hogy Magyarországon az egy, mert ez önmagában nagyon ellentmondásos kijelentés lesz, hogy mondjuk a társadalom különbségeknek vannak genetikai okai. Tehát, hogy mondjuk, hogy valaki milyen iskolai végzettséget szerez, vagy milyen a jövedelme, hogy ez, ez részben genetikai okokra vezethető Vissza, szerintem ebből is elég nagy felzúdulás lesz potenciálisan. Érdekes módon az angol száz világban, tehát az angol nyelvű országokban, ahol azért a leginkább megbeszélik ezeket az eredményeket, mert ezek a leginkább keletkeznek meg a legismertebbek, ott ez egyáltalán nem ellentmondásos már és hát emiatt senkinek nem vágták ki az autóikerekeit, mert hogy ezt, ezt, a, ezt a kijelentést tette. Ellenben vannak más ilyen forrópontok, pontok, amik meg lehet, hogy Magyarországon nem ütnek olyan nagyon nagyot. Volt egy szisztematikus vizsgálat egyébként erre vonatkozóan, tehát egy tudományos cikk, ahol rendesen végigvették az összes olyan incidenset, sokszor erőszakos incidensek voltak, amik intelligencia kutatókat értek főleg egyesült, az Egyesült Államokban Tényleg? is. Persze. Tehát például Arthur Jensennek, aki ennek a terület az egyik nagy pionírja volt, ő tényleg egy nagyon-nagyon nagy tudású professzor volt, konkrétan az ő kerekeit vágták például ki. Aztán azért, mert ezeket az összefüggéseket ki mondta vagy feltárta? ő belemászott egy ilyen forró pontba, ami miatt nagyon sokan másokat is támadások értek, ezek az etnikai különbségek. Ugye az Egyesült Államokban a, ez egy nagyon nagy ellentmondásos terület, az a feketéknek, meg a fehéreknek az átlagos intelligenciája közötti különbség, és hogy ennek mi az eredete. Nagyjából egy ismert dolog, meg hogy ezt, ezt igazából nagyon meggyőzően demonstrálta a minden erre vonatkozó kutatás, hogy tényleg az amerikai feketék rosszabb teljesítményt érnek el az tesztekkel, mint a fehérek és ugye egy hipotézis ezzel kapcsolatban az, hogy ennek esetleg genetikai okai vannak. A Jensen, meg egyébként a legtöbb ember, akit emiatt támadtak, soha nem állt 100 százalékig bele ebbe az álláspontba. Tehát nem képviselték azt, nem is képviselhették azt, hogy ez tényleg így van, mert ezt nem tudjuk de ez egy de akkor hipotézis. Akkor mégis miből következik ez a hipotézis? Ugye azért, mert hogy az etnikumon belüli különbségekről tudjuk, hogy nagyon nagy mértékben genetikai tényezők jönnek, miatt jönnek létre. Tehát igazából a logikus az a gondolat, hogy akkor esetleg az etnikumok között létező Különbségek is, genetikai különbségekre vezethetők vissza. Több ok miatt ezt nem lehet azonnal egyértelműen készpénznek venni és így kijelenteni, de ez mindenképpen egy hipotézis. És a, a például a Jensent miatt nagyon intenzív támadások érték. Egy másik ilyen karakter, például Charles Murray. Van egy Coming Apart című könyve, ami arról szól, hogy a az amerikai társadalomban, ezt nagyon jó minőségű adatokból demonstrálja, hogy az amerikai ö, társadalomtudomány az nagyon adatvezérelt. Tehát rengeteg adat keletkezik, és ezek elég jó meg elég könnyen megismerhetőek, és nagyon könnyen lehet ilyen hipotéziseket tényleg jó adatokból vizsgálni. És a Murray azt vette észre, hogy a gazdagok, meg az intelligensek inkább a gazdagokkal, meg az intelligensekkel, a szegények, meg azon intelligensek, meg inkább a szegényekkel, meg azon intelligensekkel házasodnak, és emiatt hát ketté szagad a társadalom, ugye erre utal a könyvnek a címe is. Erről szólt volna az előadása, de mivel korábban írt ezekről az etnikai különbségekről is, ugyanen ezzel a nagyon nyitott megfogalmazással, amit a Jensen is képvisel, tehát hogy létezik ez a különbség, nem tudjuk, hogy mitől van, de a genetikai okok is hát az egyik lehetséges hipotézist jelentik, emiatt azonnal fizikai támadások értékőt. Na most aztán az etikai megfontolásoknak van egy másik fajtája, vagy másik csoportja. Jelentős hányad abból fakad, hogy többnyire a jobbító tudományos eredmények bevetése kártékony kezekbe kerülve akár embertelen célokat is szolgálhat. Melyek azok az etikai megfontolások, amelyek nyomán az intelligencia kutatásokban ilyesmitől tartani kell, ha kell? Hát én azt gondolom, hogy ha elolvas valamit, ami, ami, ami ilyen él kritizálja az intelligencia kutatást, akkor mindig az eugenikai mozgalom fog előkerülni. Ugye az eugenikai mozgalom az azt tartalmazta, vagy azt azt jelentette, hogy a, a népességnek úgymond a genetikai állományát akarták jobbítani a 20. század első felében, és emiatt a, a valami defektesnek, ítélt embereknek a az utód nemzését, azt, tehát meg, megpróbáltak lebeszélni róla őket, vagy adott esetben kényszer sterilizálták ezeket az Igen. embereket. Az eugenikai mozgalomban nagyon sokan egyébként a náci Németországgal kötik össze, ez természetesen egy jogos összekötés, tehát hogy valóban volt ott kényszersterilizációs mozgalom, viszont abszolút nem ott találták ki. Az Egyesült Államokban még bőven a 60-as, 70-es évekig létezett kényszersterilizálás. Tehát voltak olyan törvények, ennek a 20-as, 30-as években volt a csúcsa, amikor konkrétan az volt a törvény, hogy bizonyos betegségekben szenvedőket vagy a bűnözőket sterilizálni kell, tehát hogy ő nekik ne szülessen több utódja. Ennek egyébként nem lett vége a második világháborúval, Németországban nyilván vége lett, de a nyugati világban, főleg az Egyesült Államokban ez még évtizedekig ment ott tovább. És én azt hiszem, hogy akik, akik félnek attól, hogy a, az intelligencia kutatást ezt rosszra fogják használni, ezek elsősorban ettől félnek. Ami egy igazából alaptalan félelem, mert hogy senki nem javasolja ezt. Vagy. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon széles körű egyetértés van, hogy például de szóban sem kerül az, hogy például az alacsonyabb intelligencia szintű embereket bármilyen módon akadályozni kell a gyermeknemzésben, hiszen ennek ugye egy nagyon komoly etikai gátja van, tehát hogy ilyet, ilyet nem szabad csinálni a genetikai kutatások kézzelfogható eredményeinek a szélesebb tudományon kívül is felkapott és egyre sűrűbben emlegetett kulcsava ez a poligén kockázati vizsgálat, uh -huh. amiben az intelligencia faktor is beleértendő vagy beleérthető. Igen. Ez közelebbről mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy poligénes pontszámokat használunk arra, hogy valakinek a kockázatát megbecsüljük egy betegségre, vagy egy egyéb tulajdonságra, amibe beletart, ez picit egy kockázat, egy picit furán hangzik, de az elv ugyanaz, hogy a, mondjuk, nagyon magas lesz, vagy nagyon intelligens. Én azt gondolom, hogy ez ott ö, ö, ellentmondásos, és ott kapcsolódik picit az előző kérdéshez, amikor felmerül az, hogy ezt esetleg a, a magzati korban, vagy pláne a, 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 hát a magzati kor előtt csinálják meg. És mondok egy példát rá, hogy mi az, amit technikailag meg lehetne csinálni, a gyakorlatilag ez persze etikailag nagyon ellentmondásos, és Magyarországon abszolút a jogba is ütköző, de technikailag meg lehetne csinálni. Meg lehetne csinálni például azt, és valószínűleg erre volna igény, tehát hogy bár kereslet. kereslet volna rá, hogy amikor a köznapi nyelven szóval mesterséges megtermékenyítést alkalmaznak azért, hogy egy nő teherbe essen, akkor ugye előtte több petesejtet is megtermékenyítenek, tehát több embrió is keletkezik. Nem akarnak öt gyereket egyszerre, de öt embriót is megtermékenyítenek például. Ezeket az embriókat elvileg nem volna lehetetlen genotipizálni. És megmondani, hogy melyik embriónak, hogyha hagyjuk, és egy ember fejlődik belőle, és felnő, milyen kockázata volna például különböző betegségekre, vagy testmagasságra, vagy, vagy akár intelligenciára. A szemszint vagy a hajszint az triviálisan könnyű megmondani, ezeket a tulajdonságokat ezeket nyilván sokkal nehezebb. Elvileg nem volna lehetetlen megcsinálni azt, hogy a valamilyen szempontok alapján legkisebb kockázatú, vagy legkívánatosabb embriót ültessék be, vagy a legkívánatosabb kettőt, hármat, négyet. Ez mondom, etikailag nagyon ellentmondásos, és természetesen illegális is Magyarországon. Magyarországon csak olyan tulajdonságokat szabad vizsgálni, ilyen születés előtti diagnózisok folyamán, ahol nagyon egyértelműen tudjuk, hogy egy genetikai variáns, az összefügg egy betegsége, például a down az ilyen. Hát sőt, ezzel kapcsolatban olvastam azt, hogy sokan ma már elfogadhatónak tartják, amin én meglepődtem őszintén szóval hogy gyakorolják is, hogy amennyiben egy magzatnál a down szindrómás korajellemző genetikai elváltozásokat észlelnek, akkor művi úton akár meg lehessen szakítani a terhességet. Na most ezt például kérdezem, én nem válhat-e annak, analógiájává, hogy amennyiben egy magzat genetikai vizsgálata túl alacsony majdani, mondjuk intelligencia szintet eredményez, a lehetséges szülőknek lehetősége legyen eltekinteni az újszülött világra hozatalától. Természetesen értem az analógiát, és azt hiszem, hogy nagyon jó példa arra, amitől tartanak azok az emberek, akik mondjuk az intelligenciának a genetikai vizsgálat, etikai okokból ellenzik. Én nem mondom azt, hogy ez a veszély, ez nem áll fent de hát nagyon sok, de ezt abszolút törvénybe ütkezik. A down szindrómánál valóban az van, amit ön mondott, az EU-ban a down szindrómával diagnosztizált magzatoknak a 90 plusz százalékát tényleg elhajtják, és ez, és ez legális. A alacsony intelligenciára ilyet csinálni viszont legalábbis a magyar törvények értelmében abszolút illegális. Nem, az, nem a magzat elhajtás, hanem maga a genetikai vizsgálat már önmagában illegális volna. Én azt gondolom, hogy ez ennek, ennek a törvényi szabályozása módja. Tehát emberek csinálnak etikátlan vagy erkölcstelen dolgokat egyébként. Meg amit meg lehet csinálni, azt a ők törvényesség így van, túl így is. van, így van, ők, ők, úgy érzik, hogy nekik ehhez joguk van, vagy ők ezt akarják, nem mindenki, de biztos, hogy van olyan, vagy lenne olyan, akinek ez, ez jó ötletnek tűnne, és aki ezt megcsinálná. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt ezt, ezt törvényileg kell szabályozni, hogy ilyet lehet csinálni. Hadd hát kérdezzem meg a kutatási területéről, hogy az egyik az intelligencia, a másik az alvás. Hogy Találta erre a két területen, vagy miért éppen erre a kettőre? Igen, hát én nekem a doktori kutatási témám az, az alvási EG, tehát az alvás során elektródákkal mérhető agyi aktivitás és az intelligencia összefüggése volt. De az intelligenciával az a baj, hogy nagyon jól tudjuk mérni, nagyon jól működő tesztjeink vannak nagyon sokat tudunk a genetikai háttereiről, de azt nem igazán értjük, hogy az agyban mit csinálja az emberi intelligenciát. Hogyan működik másképpen az agya annak, aki intelligensebb. Ez mondjuk És az a... agykutatásnak a szintjével Öl... magyarázható, tehát hogy még egyelőre az agyat minden tekintetben messze nem tárták ez, föl. Ez, ez, pont, ez pontosan így van. Az a elektronikai elek, elek, falogram az egy elég ígéretes mutatónak tűnt viszont, mert ugye ezt a hát a fejbőrön lehet vezetni, és azt gondoltuk, hogy lehet, hogy vannak, azt tudjuk, hogy vannak nagyon egyénre jellemző alvási EEG mintázatok. Tehát ahogy az, alvá, ahogy az agyunk elektromos, amilyen elektromos potenciálokat az agyunk csinál alvás közben, az egy olyan ránk jellemző dolog, mint az új lenyomat és azt gondoltuk, hogy ez az új lenyomat, ez lehet, hogy részben az intelligenciánkat is tükrözi. Találtunk ilyen mutatókat egyébként, amik összefüggenek az intelligenciával, attól nagyon messze vagyunk, hogy ebből megértsük. Tehát hogy, ez rokon terület, nem, nem, ha bizonyos abszolút, szempontokat veszünk abszolút, figyelembe? Abszolút rokon terület, tehát én úgy gondolom, hogy az alvás közbeni agyműködés az az egyik olyan dolog, amiben az intelligencia tükröződni tud éppen most állunk neki egy nagyon nagy alvási jelenlegi adatbázis elemzésének. Ugye az, a, a, ebben a, ezen a területen is egy nagyon nagy probléma az, hogy nincsen elég adat, ami a genetikának is nagyon sokáig megkötötte a kezét, hogy egyszerűen nincsen elég adat a kezünkben de vannak, ahogy a genetikában itt is már sokkal nagyobb adatbázisok, mint amit korábban voltak, amik az interneten keresztül elérhetőek, vagy pályázni kell az adatokért, de, de odaadják őket. És éppen egy ilyen nemzésnek állunk mi is neki. Köszönöm szépen, hogy eljött, és nagyon sok érdekességet mesélt. Sok újdonságot tudtunk meg, még itt ott, ha nem is volt minden világos, de nyomvonalát tekintve szerintem, vagy remélem, hogy tudtuk követni. Rendben, hát köszönöm szépen a meghívást, és remélem én is, hogy át tudtam adni azt, amit át szerettem volna. A bennünket követőktől még nem köszönök el, mert egy újabb példát mutatunk a fenntartható fejlődésre. Német Advent vagyok, a Talpalatnyi történetek blog egyik szerzője. És um, az életünkben nagyon sokat foglalkozunk ökológiai ö, témákkal, az élet legkülönbözőbb területein is erről fogunk mesélni. Én pedig Kocsis Dóra vagyok, a helyi Idény Vegetáriánus zero Waste Konyha szakácskönyvnek a szerzője, és az Edvárddal közösen én is a Talpaknyi Történetek blognak az egyik szerzője. Miután így összekerültünk Dórival, úgy döntöttünk, hogy um, kívánjunk dolgozni Skóciába, és a mi pénzt ott így megtakarítunk abból így addig utazunk, amíg tart ez a pénz. És hát ez egy majd, majd egy éves utazás uh, utazása volt elég, hál' Isten, jó sokat kellett dolgozni ott az étterembe. És, um, és hát ez alatt az egy év alatt gyakorlatilag uh, végig csak nyugatra mentünk, és, uh, és hát értünk a bolygón, nagyon-nagyon sok uh, országban jártunk, uh, különböző kultúrákat, vallásokat láttunk, és hát uh, bár akkor még jobban érdekelt minket az ember, illetve, az emberi közösségnek így a mozgató rugói, de már akkor így nagyon erősen elkezdtük vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul az ember így a többi élőlényhez, a környezetéhez, a, a teremtett világhoz. Klasszikusan két kicsi hátizsákkal elindultunk, és közlekedtünk stoppal, busszal, mindig helyi közlekedést választottunk, és mert ott is nagyon fontos volt az, hogy, hogy például ne használjunk mondjuk PET palackot. És vettünk egy víztisztítót, és akkor olyan helyeken is meg tudtuk inni a vizet, ahol elvileg nem ajánlatos, tehát Nepálban is, mondjuk egy ilyen kis faluban, illetve vittünk magunkkal, nem tudom, saját doboz meg étkészletet, tehát hogy ilyen nagyon alapvető dolgokat. Kanapé és családok fogadtak be minket, az életmódunkat, ami, ami nem csak a hulladékmentességen, hanem a minimalizmuson, meg, meg az egyszerűségen alapul, azt, azt nagyon sok olyan egyszerűen élő családnak köszönhetjük, akiknek sikerült belelátnunk egy-két hétre az életébe, és hogy mennyire kevéssel boldogan lehet abszolút élni. Azokban az országokban, ahol pedig jártunk ott meg, hát láttuk azt, hogy folyókat szennyezel, hegyek gyakorlatilag szeméthegyek vannak, az állatok abból lesznek, a körül játszanak a gyerekek, és ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő élmény volt számunkra. És akkor, amikor hazajöttük, akkor igazából eldöntöttük, hogy mi nem szeretnénk ebben részt venni, és elkezdtünk olyan utakat, alternatív utakat felfedezni az itthoni életünkben is, és aztán később az utazásainkban is, amivel szinte nullára tudjuk csökkenteni a mi közvetlen hulladékunkat, tehát azt a hulladékot, amit, amit mi közvetlenül te Termelünk, amit mondjuk egy-egy vásárlás alkalmával a mi saját döntéseinkkel meg tudunk akadályozni, hogy hozzánk kerüljenek. Az utazásoknak a hatására, meg, meg azért, mert nagyon sok kérdést kaptunk arról, hogy na jó, akkor mi az, amit vegetáriánusként lehet úgy enni, hogy kifejezetten csak helyi és idény alapanyagokból készültek. Megszületett a könyv, amiben nem csak receptek vannak, hanem kifejezetten figyeltem arra is, hogy utána járjak és összegyűjtsem azt, hogy egyáltalán mik azok az alapanyagok, amik Magyarországon teremnek, és hát nekem is okozott egyébként meglepetést a, a, a kutatás megdöbbentő információkhoz jutottunk. Nekem az egyik legsokkolóbb az, hogy például lencsét nem lehet Magyarországon itt kapni. Ami, ami egy ilyen döbbenet, mert hogy szerintem én azt gondoltam, hogy a lencse az ilyen nemzeti étek, és egy szilveszterkor legalább mindenki azt teszi, de amúgy is elég sokszor eszünk lencsét szerintem. Meg hajdinát is nagyon nehezen találni, ami pedig mondjuk az Őrségnek volt egy nagyon-nagyon jellemző étele. Ellenben mondjuk csicseri borsot, vagy magyar rist, azt például lehet menni Magyarországon. És ezek ö, ezek ugye ezeket a könyvvel, könyvvel fedeztük föl, meg én is úgy fedeztem fel, hogy elkezdtem ugye kutatni, hogy akkor mi az, ami tényleg helyi és, és idény. Éppen azért, hogy, hogy sikerüljön visszatalálni ahhoz, hogy minek mikor van a, a, szezonja, ugye négy évszakra bontottam, és éppen ezért több mint egy évig készült ez a könyv, mert hogy végig főztem. Itt a, ebben a konyhában, ahol, ahol, most vagyunk, és a nappaliban egyébként csak természetes fény használatával végig fotóztuk ugye az ételeket, meg az alapanyagokat, hogy minden évszak előtt találhat. Egy, egy alapanyag, nem csak táblázat, hanem ugye egy képekkel illusztrált alapanyaggyűjtemény. Amiből megtudhatjuk azt, hogy mikor van annak az adott szöldségnek a szezonja, és és mindegyik recept az ezekből az alapanyagokból készül. Hazahoztam olyan ízeket az utazásokról, amiket abszolút meg lehet csinálni hazai alapanyagokkal. Tudunk inspirálódni más kultúrákból, egészen más fajta használatára, a krumplinak, a kukoricának, a répának, a céklának a, a, a levelére. Sokkal színesebbé teszi a, a, a táplálkozásunkat az, hogy mindig mást fogyasztunk. Tehát nem az hogy, hogy, hogy a reggeli az mindig paradicsom, paprika, vajas kenyér egész évben, hanem, hanem ugyanúgy akkor az édes is használjuk, meg a sütőtököt is akár reggeli kence alapanyagként és hát még egy nagyon fontos része van a szakácskönyvnek, az az, hogy olyan részeit is felhasználjuk a zöldségeknek, meg a különböző alapanyagoknak, amiket nem szoktunk. Tehát azt a céklának a levelét, a karalábénak a levelét, a reteknek a levelét, a krumplinak a héját, hogyan tudjuk izgalmasan felhasználni, ahelyett, hogy kidobnánk. Ö, és hát jobb esetben pedig mondjuk a komposztba kerüljön, és hát erre is kitének a könyvben, hogy, hogy mi az a ciklus, amit onnantól kezdve, hogy valaki megtermelte azt, a, azt az alapanyagot, ö, odáig, hogy hogyan kerül vissza a földbe, és hogyan tudunk bőle minél több mindent felhasználni. A konyhai hulladékcsökkentés egyik legfontosabb lépése az, hogyha a szerves anyagokat, ami keletkezik a főzés során, illetve az étkezésünk során, azt külön gyűjtjük és komposztáljuk. Nagyon-nagyon sok lehetőségünk van már erre, hogy ez, ezt az anyagot felhasználjuk, akár otthon is készíthetünk belőle humuszt, vagy vannak már közösségi hulladékgyűjtők, ahova szerves anyagokat, zöldségmaradékokat be tudjuk tenni. De akár a családunkban is találhatunk olyas valakit, akinek a kertjében tudunk komposztálni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy visszajuttassuk a szerves anyagot a földbe. Na de térjünk át néhány konkrét példára, hogy mi az, amit mi használunk itt a, a háztartásunkban, a mosogató sarokban például. Az egyik személyes kedvencem, ez a lufatök, ami így a formájából nem egyértelmű, hogy ez tök, mert ez egy ilyen hosszúkás tök, de hogy ez, ez nagyon jó, mert hogy 100%-ig lebomló, és akár hónapokig is lehet használni, hogyha apró darabokra vágjuk, akkor használhatjuk ezt a pultisztításra, illetve edényeknek az elmosogatására, és hogyha már nagyon elrongyolódott, akkor teljesen mértékben 100%-ig komposztálható. Ezen kívül van még mosogató szappan, amit igazából ugyanúgy használunk, mint egy sima borotválkozó szappan mondjuk, hogy így felhabosítjuk rajta a szivacsot, és utána az edényeket tisztára tudjuk mosni vele. A másik kedvenc szekciónk az a puci keféknek a sora. Uh, itt most három van nálam. Ez a, ez a legdurább sörtéjű, ez a makacs szennyeződések odaégett uh, ételmaradékok eltávolítására alkalmas, akár még érzékeny krómozott felületeken is. A másik kettő pedig, aminek uh, egészségügyi hatása is van, az a gyümölcs és a és a zöldség tisztító kefe. Ez azért nagyon jó, mert hogy különösen, amikor még friss a termény, tavasszal, akkor igazából nem kell meghámoznunk, ezzel is csökkentjük a szemetünknek a mennyiségét, és nagyon-nagyon sok hasznos ásványanyag és vitamin a zöldségek és gyümölcsöknek a héjában található meg. A finomabb sörtét azt a érzékenyebb héjú gyümölcsöknek, barackoknak a lemosására használjuk. A durvább sörtét meg mondjuk a krumpi vagy a répa lemosásához, ez igazából a a pucolástól is megvent minket, úgyhogy sokkal gyorsabban tudunk levest készíteni. Én német Edvárd vagyok. Én pedig Kocsis Dóra. És párként arra törekszünk, hogy minél megismerjük azt a hálózatot, ami összeköt minket ebben a világban, és hogy felismerjük azt, hogy az egyéni döntéseink, a vásárlásaink, a szolgáltatások, amiket fizetünk, az bizony hatást gyakorolnak a világ különböző szereplőire, más emberekre, messzi kultúrákra, akár életközösségekre is. És arra szeretném buzdítani mindenkit, hogy ha nem is vizsgáljuk meg minden egyes lépésünket, de amikor csak tehetjük, akkor legyünk egy kicsit tudatosak, és nézzük meg a hátterét annak, hogy a következő döntésünk az milyen hatást gyakorol a világra. És hogyha kicsinek tűnik esetleg az, amit egyénként tehetünk, és csak annyit teszünk, hogy amikor a szupermarketbe megyünk, akkor visszünk magunkkal saját zacskót, ahelyett, hogy leszakítanánk egy újabbat, akkor gondoljunk arra, hogy sokkal nagyobb eredményt ér érünk el azzal, ha több millió ember tesz egészen kicsi dolgokat, és mindig egy lépéssel többet azért, hogy megóvjuk ezt a bolygót, meg az életközösségünket, mint hogyha tíz olyan ember van, aki tökéletesen hulladékmentesen él. A táplálkozással kapcsolatban pedig érdemes újra gondolnunk az étkezéshez való viszonyunkat, illetve a főzési szokásainkat, és ahelyett, hogy egy recepthez minden hozzávalót beszerzünk, lemegy a szupermarketben is és, és megvásároljuk őket. A helyet érdemes körbenéznünk a konyhánkban, megnézni, hogy mi az, amiből most tudunk főzni, és a recepteket pedig csak használjuk inspirációként azokhoz, amiket már, amik már amúgy is megtalálhatók a konyhánkban, és így sokkal kevesebb élelmiszert fogunk kidobni és pazarolni. És hát legyünk kreatívak, és, és ezt a hulladékmentes életmódot pedig egy, egy örömteli alkotó folyamatként éljük meg, és nem pedig lemondásként. Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek, mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő időben. Már ennyi volt a műsor, de a jövő csütörtökön újra itt leszünk. Viszlát!